megyünk lefelé a Vajda Ákoson, és akkor visszakanyarodunk ott a Babócsaiért. Akkor ott megnézzük a szemetet, biztos lesz sok csík, úgyhogy úgy készüljünk. A tavaszi hónapokban a nagy takarítás áll a középpontjában a Hévíz Városáért és Ifjúságért Egyesület tevékenységének. A tagok célja, hogy a város utcáit egy meghatározott beosztás szerint megtisztítsák. Ez főként szemétszedést és a zöld felületek rendbetételét, növények ápolását jelenti. Most vasárnap a Szabó Lőrinc és Babocsai utca környékén dolgoztak az önkéntesek. Ma igazából csak klasszikus szemétszedés volt. Ezelőtt héten ott a Nagy Imre utcában, ott az emlékparkot, ott azért nagyon, ott az egy 4-5 órás, tényleg több tíz ember volt, és azt is nagyon-nagyon köszönjük, az nagyon-nagyon látványos. Itt inkább szemétösszedés, zöld hulladék az elhanyagolt házaknál, csikkeket, ezeket így végigjárjuk, és talán kedvet kapnak, és jövő héten többen csatlakoznak hozzánk. A programnak környezetünk megszépítése mellett célja a közösségépítés is, ezért bárki csatlakozhat az Egyesülethez a meghirdetett időpontokban. Mint a jelenlévők elmondták, ugyan a GAMESZ munkatársai erőn felül teljesítenek és tartják rendben a várost, mindig akad elvégzendő munka, mellyel tovább csinosíthatjuk a helyet, ahol élünk. Nem csak most, hanem már az elmúlt években is, bár nem így egyesületi keretek között, de folyamatosan szedtük, tisztítottuk a várost. És ugye tavaly évvégén gondoltuk, hogy mi lenne, hogyha szervezetten egyesület formájában működnénk tovább. Így, amikor már meghirdettük ezt a szemétszedési hévízi nagytakarítás, tavaszi nagytakarítás akciót, most már mindenképpen úgy szerettük volna, hogyha az egyesület keretein belül tisztítjuk, megtesszük rendbe a várost. És nagy örömünkre szolgál, hogy bármelyik helyszínen hirdettük meg, mindenhol csatlakoztak hozzánk civilek, vagy pedig az ott lakók. És reméljük, hogy mire véget ért, mire eljön a nyár, addigra tiszta lesz a város, és nem is kell újra kezdenünk ezt az akciót. A legjobb természetesen az lenne, ha a szemetét senki nem hagyná közterületen, így valóban állandó lehetne a tisztaság, hiszen az egyik legnagyobb kihívást most is a cigarettacsikkek összeszedése jelentette. Az egyesület elnöke azt is elmondta, hogy a tavaszi nagytakarítás befejezésével újabb terveik vannak. Gyermeknapra egy kis játszóteret szeretnének kialakítani és átadni a Hévízi termelői piac zöld területén, ezzel is még vonzóbbá téve ezt a helyszínt a kisgyermekes családok körében.